Meglehetősen zaklatott szezon tudhat maga mögött a Nyírbátori FC. A csapat Kovács János irányításával kezdte el a bajnokságot, majd váltás történt, Tóth Tibor ült le a kispadra. Az utolsó őszi és az első tavaszi meccseken játékos edzőként Ambrusz Árpád felelt a szakmai munkáért, majd az utolsó 10 meccsre végleges megoldásként érkezett Márton István. A Nyírbátor végül 6 győzelemmel, 7 döntetlennel és 19 vereséggel a 14. helyen végzett az NB3 keleti csoportjában. Kettős érzések kavarognak bennem, ugye amit vállaltam, amit beszéltünk a vezetőkkel, a legfontosabb célt, azt elértük, a bentmaradást. Úgy érzem, hogy benne maradt több pont is a csapatban, volt benne bravúr is, volt benne olyan is, ami nem igazán volt vállalható. Nagyon sokat tanultam ebből a pár hétből edzőként, megtanultam azt, hogy nem szabad alkalmazkodni olyan szinten, mint amit én megpróbáltam már a menet közben működő csapathoz. Saját magamat kell adni. Ebben hibát követtem el, hogy túl sokáig vártam azzal, hogy új szabályokat, új alapelveket fektessek le az öltözőbe. A legutóbbi szezon tükrében mindenképpen erősítésre szorul a nyírbátori csapat, az edző szerint azonban nem egyszerű minőségi játékosokat találni. A mi lehetőségeink azért behatároltak. Azt gondolom, hogy ha az Ibrány és a Hajdúböszörmény is eléri azt, hogy NB3-as lesz, akkor még nehezebb lesz, mivel mi nagyjából egy körzetből tudunk ezekkel a csapatokkal meríteni. Mi nem tudunk olyan játékosokat idehozni, akiknek albérletet kell esetleg fizetni. Innen próbálunk Szabolcs, Hajdú megyéből játékosokat szerezni. Futottunk már benne köröket, voltam már mérkőzéseket nézni, de nagyon nehéz. A bátori futballisták jelenleg a pihenőjüket töltik, a felkészülés június 27-én kezdődik el Márton István irányításával.